József vagyok. Történelmet fogok tanítani. Én leszek az önök osztályfőnöke. Antal József vagyok. Vendégünk Tőssér Ádám, a film rendezője, valamint Serez Zoltán, aki az idősebb Antal Józsefet alakítja. Szép estét, sziasztok! Szép köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük. Jó estét, köszönjük a meghívást. Köszönjük. Kiderült, hogy ugye Magyarország ezt a filmet nevezte a következő Oscar díjátadóra, vagy hát az Oscarra. És hát nem csak ez a fontos, hanem az is különleges ennek a filmnek kapcsán, hogy ugye egy politikai ügyről szól, és hát egy miniszterelnökről, és azt gondolom, hogy ez egy nehéz vállalás. Milyen kutató munka előzte meg a forgatást az esetetekben? A kutató munka javarészét azt Köbli Norbert végezte el, a forgatókönyvíró, és azt gondolom a lehető legszélesebb körben, ami elérhető volt, a dokumentumok, ami erről az eseménysorról megjelent a sajtóban, azt mindent elolvasott, feldolgozott, és ugye nyilván az Antal életutat is, aminek az irodalma, hát kb. 4 méter egymás mellé téve könyvek, tehát van bőven Antalról szerencsére, és ezek mind feldolgozásra kerültek a forgatókönyvírunk által, és így közelítettük meg. Továbbá személyes visszaemlékezések, és volt olyan szakértője is a filmnek, aki azokat az úgymond ilyen budoár titkokat osztotta meg velünk, amiket nem biztos, hogy publikálnak mondjuk kutatók. Zoltán, téged rengeteg szerepben lehetett látni, akár színházban, akár filmben. Milyen érzés volt, amikor felkértek Antal József szerepére a Blokád című filmbe? Számítottam erre a kérdésre, és ez az a kérdés, amire nem tudok válaszolni normálisan, mert amit összeszedtem magamban erről az, hogy én akkor 28 éves voltam, amikor az egész dolog zajlott, és akkor, ahogy telik az idő, az ember azért, hogy próbálja rendszerezni az életét, hogy mi hogy van. És én független ettől egyre többet gondolkodtam azon az eltelt 30 éven, ami hozzákerült az én életemhez. És egyszer csak szembe jött ez a dolog, elég furcsa körülmények közt, de azt most hagyjuk. Úgyhogy nem tudom kettészedni azt a saját vágyamat, hogy az én eltelt 30 évemet elkezdtem átgondolni, végiggondolni, és egyszer csak Antal József, akit egyébként én annak idején nagyon nehezen fogadtam el. És azt mondtam, hogy milyen egyszerű az életben, szerintem ilyen többet nem lesz, hogy én tartok valahol az életemben, annyi idős vagyok egyébként, mint ő volt. Egy ilyen találkozás az nem egy egyszerű és sima szerepelemzés. Tehát erre nagyon nehéz válaszolni, tehát csak a fejemre szakadt minden. A saját életem, hogy akkor én mit gondoltam a helyzetről, most mit gondolok, mit gondoltam Antal Józsefről, most mit gondolok, de azért egy fontos van, amit az Ádám mondott, a kutató munka, és azt szoktam mondani, mindent, tehát jegyzőkönyvek ott, azt bárki elolvashatja majd, így történt, vagy nem így történt, ez mindegy. Engem az érdekelt nyilvánvaló, hogy mi történik a kórházban, mi történik egy olyan helyzetben, amikor ő egyedül van, hogy igen, ezt hiszen, hogy lehet fölfejteni, és hogy lehet így közel kerülni hozzá. Hiszen Antal József életének legnehezebb próbatételeit dolgozza fel ez a film, de emellett milyen történelmi események jelennek meg a filmben? Hát ugye ez az egész 1990, az első szabad parlamenti választások után vagyunk pár hónappal, amikor a film elején Antal József Moszkvába látogat, hogy tárgyaljon a jövőbeli viszonyunkról, tehát a Szovjetunió és Magyarország viszonyáról. Ne felejtsük el, hogy ebben az időszakban Magyarország szovjet katonai megszállás alatt áll.
Tehát Antalt úgy iktatják be miniszterelnöknek, hogy Magyarországon még mindig ideiglenesen állomásoznak a szovjet csapatok. Tehát erről is beszélni kell Gorbacsovval. Tehát ez ugye egy kulcskérdés az egészbe. És ennek az árnyéka, vagy ez ennek az egyik vetülete az, hogy akkor az oroszok azt mondják, jó, hogy ha ti nem akartok velünk együttműködni, akkor lekapcsoljuk a kőolajat. Tehát ma is vannak hasonló történetek, ami nagyon érdekes, de hát... Igen. Közben Gorbacsov meghalt. De micsoda, egészen hihetetlen, nem lehet tervezni semmit. De hát nem csak ez az időszak jelenik meg, hanem Antal József fiatal kora is, hiszen ifja Vigyánszky Attila alakítja az ifjabb Antal Józsefet, és mikor kezditek ti felépíteni Antal József karakterét? Tehát mennyire megyünk vissza mi az időben? 18 éves a történetünkben, az első jelenetben, amikor látjuk, ez a... Nem mondom, hogy mit látunk. Nagyon ugrálunk igazából, tehát ez nem egy ilyen klasszikus életrajzi film, hanem az ő életéből jellemző jeleneteket mutatunk meg. És a fiatalkora az 1950 az első jelenet, és 1960 az utolsó. És annak természetesen az egyik legkarakteresebb állomása ez az 56-os forradalom. Mi lehet az üzenete a mai kornak? Hiszen ugye a film több mint 30 évvel ezelőtt játszódik, de hát itt már nyilván emlegettétek ti is, hogy azért ma is van egy üzenete, de mégis akár, hogyha globálisan is nézzük, ugye Oscarra nevezték ezt a filmet, akár globálisan milyen üzenete lehet, vagy a mai kor emberének milyen üzenete lehet? Nagyon nehéz erre válaszolni. Én nem is nagyon tudok ilyen, mi az üzenete. Nehéz. Amin én gondolkodtam, hogy milyen nehéz felnőttnek lenni, és milyen nehéz megérteni a demokrácia működésének alapelvét, főleg úgy, hogy nem tanították nekünk, és a családi tradíciókban nagyon kevesen kaptunk erről bármit is, de hogy milyen türelmesnek kell lenni az ilyesmivel, és hogy mennyire nehéz a felnőttség abból a szempontból, hogyha információ hiányban szenvedek, bármi tájékoztatás, vagy bármi ilyesmi, akkor nagyon gyorsan el lehet jutni egészen elképesztő szélsőségekig, és ebből adódóan azt mondom, hogy a felelősséget bármivel kapcsolatban megtanulni és továbbadni, az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, én azt hiszem. És egy fontos üzenet is. Ezt köszönjük igen, szépen. Igen, és hát ezt október 20-ától a nézők is láthatják majd a moziban is. Hát azt kívánjuk, hogy ezt a nevezést jelölésre válthassátok. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük.